Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Centenárium, egy emlékpad is tiszteleg a népszavazás 100. évfordulója előtt. Búcsúi Szentmise, Szent Imre hercegre emlékeztek vasárnap a Szent Imre templomban. Utas a kutas, kis vonatos kalandozáson köszöntötték Utas László szobrászművészt. Emlékpadot adtak át vasárnap délelőtt Sopron neves polgármesterének, Sopronyi Turner Mihálynak egykori lakóházával szemben a Frankenburg úton. A köztéri alkotást Kutas László szobrászművész készítette el. A bronzból készített emlékpadot a népszavazás centenáriuma alkalmából állította a Soproni Városszépítő Egyesület. Sopronyi Turner Mihály polgármesterként döntő szerepet játszott az 1921-es népszavazás kimenetelében. A vasárnap délelőtti ünnepélyes avatáson dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Az emlékpad tulajdonképpen a parkhoz kapcsolódó, tehát a Deák térhez kapcsolódó közelsége miatt vetődött fel, és amiatt is azért, mert itt le lehet ülni, meg lehet állapodni, a polgármester lakóháza előtt elgondolkodni, és emlékezni azokra az időkre és azokra a tettekre, amik miatt őt olyan naggyá tették ebbe a városba, és amiért köszönhetjük nekik, hogy soproniak maradtunk, neki is, és természetesen sokaknak, másoknak is. Az avatáson dr. Farkas Ciprián polgármester kiemelte, fontos tisztelegnünk a centenárium évében mindazok előtt, akik a népszavazás idején sokat tettek azért, hogy Sopron magyar város maradhatott. Fontos tisztelegnünk Soproni Turner Mihály emléke előtt a centenárium évében, hiszen ez az az esztendő, amelyet arra szántunk, arra kell, hogy fordítsuk ezt az évet, amikor elmeséljük a mi történetünket. És az elmúlt időszakban Sopron, a leghűségesebb város, 100 évvel a népszavazás után elmeséli azt a történetét, ami róla szól. Hiszen mi soproniak is büszkék vagyunk arra, hogy a leghűséges város polgárai lehetünk, és más magyar emberek is éljenek bárhol a világon. Hogyha Sopron eszükbe jut, akkor a leghűségesebb városként tekintenek ránk. Ez pedig ránk kötelezettséget telepít. Most ebben az esztendőben a város akkori vezetőjéről is meg kell emlékezni, hiszen nagy hatású polgármestere volt dr. Soproni Turner Mihály ennek a városnak. Először megőrizte magyarnak, korábban ide telepítette az egyetemet, az akadémiát, és aztán pedig új jövőképet, perspektívát kellett a város elé rajzolnia, és ezt mind sikerrel megcselekedte ezeket a nagy feladatokat. Úgyhogy minden városvezető ő utána úgy gondolom, hogy példaképként kell tekintsen erre a nagy hatású polgármesterére Sopronnak. A közel 2 méter hosszú míves bronzalkotást az ünnepségen személyesen is résztvevő Kutas László szobrászművész készítette el, akinek az emlékpaddal együtt 51 alkotása díszíti Sopron köztereit, utcáit. Búcsúi szentmisét tartottak vasárnap délelőtt a Jeremán lakótelepen, a Szent Imre templomban, amelyet Tamási József címzetes apát, a Bónum TV programigazgatója celebrált. A szentmisét követően szeretett vendégségre várták a híveket. A búcsúi szentmise kiemelt fontossággal bír a Jereván lakótelep hívő közössége számára. Templomunk védőszentjének ünnepét üljük. Minden évben november 5-én ünnepli az egyház Szent Imre herceget, a magyar ifjúság védőszentjét, és ebből az alkalomból a liturgikus emléknapján, tehát 5-én is, és a rákövetkező vasárnap is ünnepre hívjuk a testvéreket, mindazokat, akik tisztelik Szent Imrét, és a közbenjárását jönnek kérni. Tamás József címzetes apát szentbeszédében Szent Imre herceg példamutató életét emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy a Szent herceg zsenialitása abban állt, hogy keresztény is tudott lenni, és magyar is. Szent István után pedig egészen Szent Lászlóig kellett várni, hogy az országnak olyan királya legyen, aki keresztény is volt, és magyar is. Ő ugye annak a Vazulnak az unokája, akit Szent István legalábbis a törvényének eredményeként megvakítatott, hogy ne kerülhessen trónra. Ő annak az unokája, és mégis azt mondja, mármint Szent László, hogy ez a király szent volt. És ő kezdeményezi István király, Imre herceg, Gellért püspök szenté avatását. Na most azóta is talán hol így, hol úgy, de azért érezni lehet az uralkodókból, hogy sokszor gondolniuk kell, és gondolnak is az ősökre.
Az ünnepen részt vett Barca Attila országgyűlési képviselő, dr. Farkas Ciprián polgármester, Csiszár Szabolcs alpolgármester, Tóth Éva, a Jereván lakótelep településrészi önkormányzatának elnöke, valamint önkormányzati képviselők. A szentmisét követően a hagyományoknak megfelelően a plébánián szeretett vendégséget tartottak. Utas a kutas elnevezéssel városnéző kis vonatozást hirdetett a Prokultúra Sopron Nonprofit Kft. Vasárnap délutánra, amelyen a tavasszal 85. életévét betöltött, ám a járvány miatt akkor nem ünnepelt Kutas László szobrászművészt köszöntötték. Az utazáson a művészt Sopron polgármestere és országgyűlési képviselője is meglepte. Minden hely elkelt a kalandos kisvonatos utazásra. Kutas László szobrász művésznek a vasárnap avatott Sopronyi Turner Mihály emlékpaddal együtt 51 köztéri alkotása díszíti a várost, amelyek között szobrok, emlékművek és emléktáblák találhatók. Kutas László tavasszal volt 85 éves, áprilisban, de akkor nem volt módunk a járvány miatt őt különösebben megünnepelni itt a városban, ezért arra gondoltunk, amikor erre lehetőségünk lesz, akkor ezt megtesszük. Így most az őszi időszakban szerveztünk egy Utas a kutas elnevezésű városjáró kisvonatot, ahol Kutas László 51 köztéri soproni alkotása közül keresünk fel néhányat, vagy néhány tucatot, hiszen azért nem férne bele egy délutánba, hogyha mindegyiket végig látogatnánk. És a vonaton ott ül Kutas László szobrászművész, aki közben mesél a szobrok készültéről, a keletkezési történetükről, akár szobrászati technológiai érdekességeket is megoszta a látogatókkal. És aztán itt a belváros különböző pontjain persze néhány helyszínen kedveskedünk neki meglepetés műsorszámokkal is, hogy azért őnek is legyen valami újdonság ebben az utazásban. A kisvonat a főtérre is begördült, ahol Kutas László egyik legismertebb alkotása található, a városháza előtt álló kalapos Turner szobor. Ezen az állomáson a művészt dr. Farkas Ciprián polgármester és Barca Attila országgyűlési képviselő is köszöntötték. Sopron polgármester egy különleges sétapálcával lepte meg a szobrászművészt, aki számára kiemelten fontos a soproni kötődés. Szoktam mondani, hogy kiválasztottam magamnak egy várost, vagy a város választott engem, nem tudom, de hát én itt töltöttem a gyerekkoromat, ha nem is itt születtem, de és ez a jópofa dolog, hogy ez volt egyszer egy valami régességen egy ilyen interjú, ahol elmondtam azt, hogy én annyira soproni voltam, bár nem voltam soproni, hogy amikor a Lónyai utcai református gimnázium internátusába laktam, mert hogy beadott a papám, mert az olcsóbb volt, mert a papám református pap volt és az olcsóbb volt, stb. Én olyan eredményesen hazudtam, hogy soproni vagyok, hogy ezt mindenki elhitte. Én hivatalosan is vasúti félárujegyet kaptam Sopronban, mint a vidékiek. Pedig én nem voltam vidéki, csak lelkében voltam soproni, hogy ennyi. Az Utas a kutas városnéző kisvonatozás egyben az őszi tárlat záró eseménye volt. Méltóképpen emlékezett meg a soproni népszavazás 100. évfordulójáról a Kőszegi úti tagóvoda. Az intézmény óvoda pedagógusai fontosnak tartják, hogy a gyermekek ismerjék és szeressék Sopront. Ennek jegyében több héten keresztül rajzoltak, foglalkozásokat tartottak és híres soproniakat láttak vendégül. A mozgalmas hetek lezárásaként egy színvonalas műsorral készültek a Sopronnal kapcsolatos kiállításuk megnyitójára. Mai napon egy megnyitóval készültünk, ahova meghívtuk az önkormányzat képviselőit, a híres soproniakat, akik az előző hetekben meglátogattak minket, és egy kis megnyitóval készültünk, ahol a gyerekek verset mondanak, népi játékokat játszanak a régi időkből. Emléktáblát avattak a német nemzetiségű Zeltner Ferenc, brembergbányai költő születésének 110. évfordulója alkalmából vasárnap délután Brembergbányán, a Szent Borbála téren. A tábla felállítását a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte. Vidám fúvós muzsika köszöntötte az emléktábla avatásra érkező szép számú vendéget vasárnap kora délután Brembergbánya közösségi terén a Szent Borbála téren. Kriss Magdolna, a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, a költő tiszteletére eddig még nem állítottak emléket, pedig Zeltner Ferenc verseiben a brembergi vidékkel, a környék szokásaival ismertette meg az olvasókat. Franz Zeltnernek, Zeltner Ferencnek, ahogy mondanánk magyarul, állítunk most emléktáblát. Annak az embernek, aki valamikor a 62-63 éves korában kezdett el először verseket úgy írni, hogy el is küldte. Elküldte abban az időben a magyarországi németekhez. És
Innen indult, mondhatnám azt, hogy a karrierje, talán azt sem mondanám, de mégiscsak még volt néhány olyan évtized, amikor meg tudott bennünk ismertetni ezzel a vidékkel, ezzel a környékkel, a környéknek a szokásaival, és nagyon-nagyon fontos a dialektussal. Azzal a Hentz dialektussal, amelyre azt szoktuk már mondani, hogy kiveszőben van. Az utóbbi időben egy-egy nemzetiségi szavaló versenyen, vagy nemzetiségi iskolák szavaló versenyén az úgynevezett dialektus kategóriában többször hallottam tőle verset. És akár mennyire is néztünk körben, nem láttunk neki emléket állítani. Így került közénk valaki, akit úgy hívnak, hogy Patrik Rikman, aki felhívta rá a figyelmet. A költő tiszteletére jövőre egy gyűjteményes kötetet is szeretnének kiadni. Az emléktábla avatás vendégei voltak, Czertner Ferenc leszármazotta is, a programon részt vett Stöcker Tamás és Mágel Ágost önkormányzati képviselő is. 15 fotós szervez jótékonysági akciót 4 nemes ügyért. Hipság Gyöngyi fotóművész közösségi oldalán tette közzé a felhívást, ahol leírta, hogy licitet indítanak képekre és fotószolgáltatásokra, amellyel egy rokkantnyugdíjas házaspárnak, egy 4 gyermekes édesanyának, a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesületnek, illetve a Soproni Állat és Természetvédők Egyesületének szeretnének segíteni. Licitálni a fotósok Facebook oldalán lehet. A résztvevők listáját a sopronmedia.hu oldalon olvashatják. Az elmúlt évben Kránic Roland és Molnár Lisztes István csinált egy ilyen eseményt, hogy felrakták a Facebookra a képeiket, licitre bocsátották, és egy szegény család megsegítésére fordították, és miután ez tavaly nagyon szépen működött, Roland gondolt egy nagyot, és meghívott többünket. Most már 15-en vagyunk, akik ebben velük együtt, akik részt veszünk ebben az akcióban. Kiélezett végjátékban, de győzelemmel hagyta el a pályát a soproni Tigrisek Esse kosárlabda csapata a Kozár Misleny ellen a férfi MB2 nyugati csoportjának 8. fordulójában. Az együttes az első és a 4. negyedben nyújtott játékának köszönhetően diadalmaskodott. A csapat trénere Balogh Gergely szerint a soproniak nem nyújtottak igazán jó teljesítményt, de a kellő pillanatban a rutin hozta meg a sikert a házigazdáknak. Sok a hiányzó sajnos, sok a beteg, illetve a munkahelyi elfoglaltság és sérülés is hátráltatja a közös munkát. Sajnos nem úgy jött össze a szezonkezdés, ahogy ezt elterveztük. Ez a mérkőzés nagyon fontos volt, hogy ezt megnyerjük. Nagyon örülök neki, hogy helyén volt a szív, és itt az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercekben a rutin és a győzni akarás azért meghozta az eredményt. Napos, kellemes, őszvégi idő várható kedden, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelyben a Hova tovább alapítvány tevékenységéről lesz szó, majd Hajrá Sopron című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. További híreinket keresik a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden napos, száraz időben lesz részünk. Az északias szél csak helyenként élénkülhet meg. Kora reggel -3, -1, délután 9-14 fok várható. Szerdán többfelé párásan, ködösen indul a nap, néhol köcitálás is előfordulhat. A délkeleti szél élénk lehet. Hajnalban -3, +4, napközben 8-14 fokra számíthatunk. Csütörtökön és pénteken többfelé párás, ködös hajnalokat követően délutánonként alapvetően változóan felhős, napos, száraz idő várható.